Régészeti, természettudományi, néprajzi és művészettörténeti tanulmányok szerepelnek a 2013-as évet összegző múzeumi értesítőben. A 24 írás a szakmai és a civil érdeklődőknek is szól. Ugye a múzeum is egy ilyen Jánusz arcú intézmény, egy egyszer tudományos meg közönség kapcsolattal is intenzíven foglalkozó közművelődési intézmény is egyben. Ugyanígy a tudomásrovatok mellett vannak közművelődéssel is foglalkozó írások, és hát a múzeum pedagógia is, ami tulajdonképpen könnyebben befogadhatóvá teszi mindazt a múzeum munkát, amit végzünk, és hát ez is a célja az évkönyvnek, hogy erről így számot adjunk. A tanulmányokról és a múzeum intézményeiben végzett feladatokról kerekasztal beszélgetést rendeztek. Az ember úgy gondolnám büszkén tekint mégiscsak erre a munkára, hogy azok, akik így a tudománynak a területein publikálnak, jelen vannak itt a mi városunkban, megyénkben, azért mégiscsak értékes dolgokat művelnek. A beszélgetés résztvevői szerint egy színes gyűjteményként jellemezhető leginkább a tavalyi esztendő szakmai eredményeit összegző, mintegy 500 oldalas kiadvány. Valahol a múzeumi munka, a múzeumban folyó tudományos munkának a tükre és összegzése egy évkönyv, amely ténylegesen felöleli azokat a múzeumi disziplinákat, amelyeket a Szavári megyei Hatukürvárosi Múzeum keretén belül művelünk. A 600 példányban megjelent kötet kiadását a Városi Kulturális Bizottság és a Nemzeti Kulturális Alap is támogatta.